A munkálatokat a korábbi júliusi akcióhoz hasonlóan ezúttal is segíteni fogják majd a város gazdálkodási és fejlesztési divízió munkatársai a település több pontján. Árult el televíziónak Szűcs Gábor divízió vezető. Lesz két kis terrautó, ami a csoportok között fog folyamatosan jönni-menni, és az összegyűjtött hulladékot gyűjti egybe, és elszállítja majd konténerekbe. Egy zárt furgonnal pedig az eszközöket fogjuk kiszállítani. Osztunk majd lomgerebjét, szemetes zsákot, védőkesztyűt, seprőt, lapátot. Tehát ezeket az eszközöket lehet majd igénybe venni. Lesz két seprőgépünk is, ami itt a központban levő sétányt, illetve sétányokat és a kerékpárutakat fogja tisztítani. Csermák Szilvia, a Zöldváros program tanácsnoka elmondta, hogy az október 17-én, azaz szombaton megrendezésre kerülő esemény lebonyolítása a járványügyi óvintézkedések betartásával zajlik majd. A gyülekező 9:30-kor lesz a polgármesteri hivatal udvarán. Azoknak, akik nem tudnak az önkormányzatunk udvarán csatlakozni hozzánk, vagy a képviselőtársaim által megjelölt helyeken csatlakozni, hanem ők csak otthon a házuk környezetét teszik egy kicsit szebbé, akkor nagyon szívesen fogadom a fotókat. Természetesen megértem, hogyha valaki a vírus miatt nem szeretne hozzánk így módon csatlakozni, de mégsem maradt ki a programból. Mint megtudtuk, a kezdeményezésben több óvoda és iskola közössége is részt vesz. Ők a hozzájuk tartozó intézmények környékén végeznek majd önkéntes tevékenységet. A szervezők arról is szót ejtettek, hogy esős idő esetén a megmozdulást egy másik alkalommal tartják majd meg.